Először az intenzív osztály telt meg, aztán a sürgősségi is. A folyosokon is betegeket látnak el az olaszországi Bergamo központi kórházában. A Sky News hírcsatorna stábja múlt héten jutott be az épületbe. A járvány miatt egész Európában azon dolgoznak a szakemberek, hogy ne legyen egyszerre túl sok megbetegedés, mert azt nem bírnák a kórházak. Az Európai Bizottság múlt héten bejelentette, hogy orvosi eszközökből uniós vésztartalékot hoznak létre, amiből támogatni tudják a bajba jutott tagállamokat. Tegnap arról is döntöttek, hogy az eszközbeszerzésre az eredetileg tervezett 50 millió euró helyett 80 millió eurót költenek. Ez átszámítva 28,3 milliárd forint. Jelentősen megnöveljük azt a keretet, amelyből közbeszerzéssel több lélegeztetőgépet, maszkot és védőfelszerelést lehet vásárolni, mondta az Európai Bizottság szóvivője. A pénzből intenzív osztályokon használt műszereket, például lélegeztetőgépeket, maszkokat, védőfelszereléseket és gyógyszereket vásárolnak majd, és laboratóriumi eszközöket is beszereznek. Európában több raktárat is létrehoznak, attól függően, hogy hány tagállam jelentkezik a programba. A megvásárolt orvosi eszközök árának 90%-át az Európai Unió állja, 10%-ot az érintett tagállam. A momentum szerint Magyarországnak is jelentkeznie kellene. Kulcsfontosságú, hogy a koronavírus krízis kapcsán minden lehetséges segítséget igénybe vegyünk, hiszen a magyar kórházak, a magyar egészségügyi rendszer már alapvetően egy megrokkant állapotban volt, amikor a krízis megtámadta. Kerestük a kormányt, hogy Magyarországon létrehoznak-e uniós raktárat, vagy igényelnek-e eszközöket. A katasztrófa védelem válaszolt, azt hitták, még vizsgálják a programot. Ormán Viktor miniszterelnök tegnap bírálta az Európai Uniót a koronavírussal kapcsolatban. Ha már segíteni nem tudnak, mert azt nem tudnak, akkor legalább ne akadályozzák a magyarokat a védekezésbe. A kormány a napokban több rakomány egészségügyi felszerelést vásárolt Kínából. Szijjártó Péter külügyminiszter szerint a hétvégén három repülő landol majd Budapesten orvosi felszereléssel, kettő maszkokat, egy pedig védőfelszerelést hoz majd.